Köszönjük a Törzsasztal nézőit, a Monster Downtownból, a belvárosból. Bemutatom kollégámat, Zörgő Jánost, az étterem séfjét. Jó magam, Mizsik Attila, az étterem tulajdonosa vagyok. Az elkövetkezendőkben egy ribeye steaket fogunk készíteni, batátapürével és egy 48 órás steaksószal, vagy más néven zsűvel. A kollégám már előre megpucolta a batátát, amely egy édesburgonya. Forrásban lévő vizet, ebbe bele kell majd helyezni, egy pici sóval meg kell ízesíteni, és ezután kész, össze kell törni és le kell pürésíteni. Pici tejszínnel, pici sóval, pici cukorral, hogy egy krémes, lágy állagot kapjunk majd a tányéron. Miután a batáta megfőtt, ezután turmixba kell helyezni, és egy lágy, krémes állagú terméket kell létrehoznunk, amelyhez tejszín, só és fehér bors szükséges. A tejszín lágyítja a batátát, a só pedig megízesíti. Igazából semmi másra nincs szükségünk a batátapüré elkészítéséhez, mint erre a három alapanyagra. Amikor a batátapüré elkészült, ezt félretesszük, és elővesszük az előző nap elkészített ribeye steaket, amelyet rozmaringgal, sóval és borssal pácoltunk. Nagyon fontos, hogy a hús pihentetni kell, kell hozzá egy pici idő, amíg a húst átjárják az ízek. Nagyon fontos, hogy a serpenyő forró legyen, egy nagyon gyors pörzsanyagot kell készítenünk a hús köré, hogy a szaftokat és az ízeket bezárja a húsba a kéreg. A sütés során a finomabb ízek elérése érdekében egy pici fokhagymát tettünk a húshoz, majd amikor az elkészült, akkor kivettük, hogy ne égjen meg, és a legvégén, mielőtt a steaket fel fogjuk szolgálni, előtte majd pihentetni kell, és egy pici vajat fogunk hozzáadni, hogy sokkal jobb állagot és puhaságot érjünk el. Amint látszik, a vaj hozzáadása, vagy egy emulzió jött létre a serpenyőben, amely egy picit habzik, ami nem baj, így viszont a húst átjárja a vaj és a vajban lévő nedvesség, és egy sokkal zamatosabb, puhább húst fogunk kapni, miután pihentettük. És amíg a hús pihen, addig visszatesszük az előre elkészített zsűt, ez egy steak sauce, amelyet 48 óráig különböző zöldségek, fűszerek, fűszernövények, húsok, csontok főzésével készítünk. Ez valóban 48 óráig készül, körülbelül egy 40-50 literes nagy fazékból másfél-két liter kivonatot készítünk, amit látszik szép barna, sejmes, és ezt fogjuk majd a húshoz hozzáadni. Közben elkészült a batátapüré is. Elkészült a ribeye steak batátapürével és 48 órás zsűvel. Jó étvágyat kívánunk!